kifosztási útmutató. Most olyan módszereket fogunk nektek bemutatni, amelyek segítségével alaposan ki tudtok fosztani valakit. Első módszer. A legegyszerűbb és legprimitívebb kifosztási módszer a közvetlen személyes konfrontáció. Fenyeges meg egyszerűen valakit, a legjobb, ha fegyvert is használsz hozzá, és szól is fel, hogy adja át neked a pénzét és egyéb értéktárgyait. Bár ez a módszer elég közkedvelt és többé-kevésbé jól is működik, van azért néhány hátránya is. Például annak, aki kifosztja másikat, elég rizikós valakivel személyesen konfrontálni. Bizonyára ki lehet választani mindig a kisebb és gyöngébb áldozatokat, de sohasem lehet tudni, hogy nincsen álló fegyver. Ezen kívül ennél a közvetlen módszernél fönnállanak a veszélye is, hogy az áldozat fölismer, vagy egy tanú följelent a rendőrségen. És akkor fölkutatnak és elfognak. Akkor pedig megkapod megérdemelt büntetésedet, és ennyi volt. Ezt csak egyszer követheted el, és az eredménye is bizonytalan. Előfordulhat az is, hogy nem érsz el vele semmit. Második módszer. Valamivel jobb kifosztási módszer az, ha akkor törsz be a házakba, amikor senki sincs otthon, és egyszerűen elviszed az értéktárgyaikat. Habár így is előfordulhat, hogy elkapnak, vagy akár még erőszakos ellenállásba is ütközhetsz, de a rizikó így már akkor is sokkal kisebb. Ennek megvan még az az előnye is, hogy egy átlagos házban valószínűleg sokkal több értéktárgy található, mint amit egy átlagember magánál szokott hordani. Mindezek ellenére ez a módszer még mindig veszélyes. Előfordulhat, hogy nyomot hagysz magad után, amik aztán később a lebukásodat okozhatják, például lábnyomokat vagy ujjlenyomatokat. Harmadik módszer. Aki már tapasztalt fosztogató, az teljesen elkerüli az erőszakos konfrontáció rizikóját, inkább megtéveszt és becsapja áldozatait, mintsem hogy közvetlenül megfenyegesse őket vagy erőszakot alkalmazzon ellenük. Például felhívhatnál idős nénikéket és kiszedhetnéd belőlük a bankkártyájuk számát, vagy nyithatnál egy olyan csomagküldő áruházat, ahol előre kifizetteted a pénzt, aztán pedig egyszerűen eltűnsz vele. Annak a rizikója, hogy az áldozatot fizikálisan is megtámad, ebben az esetben sokkal csekélyebb. Ennek ellenére mégis elfoghatnak és félrevezetésed vagy sikerül, vagy nem. Mindent megkapaníthatsz, amit csak tudsz, de közben újra és újra felvállalod annak a rizikóját, hogy elkaphatnak. Negyedik módszer. A kifosztás következő fokozata a folyamatos csalás. Ez tehát egy olyan módszer, amelynek segítségével az embereket nem egyszer rablod ki, hanem újra és újra. Az idős nénikék hitelkártya számaival például nem kezdesz hétvégi nagy bevásárlásba, hanem kisebb lopásokra használod fel őket, amelyeket aztán újra és újra megismételsz. Egy idős nénike, akinek havonta kiszámlázol $9.95, ami a számla kibonatán a következőképpen fog majd megjelenni. Adomány a szegény árva gyerekek számára abból fog kiindulni, hogy ez biztos jól van így. Ha sikerül ezt megtenned 100 idős nénikénél, akkor egy viszonylag biztos és folyamatos bevételi forrással fogsz rendelkezni, és nem kell minden alkalommal új bűntényeket elkövetned, és mindig új kockázatot vállalnod. Természetesen még mindig van egy bizonyos kockázat annak, hogy elkapnak és megbüntetnek. Ötödik módszer. Az összes itt bemutatott módszernél sokkal jobb kifosztási módszer a pénzhamisítás. Habár óriási technikai és logisztikai előfeltételei vannak a pénzhamisításnak, hatalmas előnyökkel jár. Először is nincsenek közvetlen áldozatok, az áldozatok észre sem fogják venni, hogy kirabolták őket. Ha pénzhamisítasz, akkor az tulajdonképpen lopás mindenkitől, aki azt a pénznemet használja. Mindegy, nem csak hogy nem fogják észrevenni a különbséget, hanem a legtöbb ember még azt sem fogja megérteni, hogy mi a rossz a pénzhamisításban, vagy hogy hogyan károsítana meg az akárkit is. Annak a rizikója, hogy az áldozataid amiatt, hogy kárt szenvedtek, bosszút állnak rajtad, közel nulla. Sőt, még annak a rizikója is közel nulla, hogy egyáltalán észrevegyék, hogy ki lettek fosztva. Még ha tudnák is, hogy te nyomtatod saját magadnak a pénzt, akkor se lenne sokkal nagyobb a rizikó, mivel a legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy mi is az a pénz és hogy hogyan működik a pénzforgalom. Miután már egyszer mindezt felépítetted magadnak, rendelkezni fogsz egy olyan folyamatos jövedelmet biztosító pénzforrással, ami nagyon csekély személyes rizikóval jár. Persze, ha a hatóságok rájönnek, akkor ütött az órád. De ettől a rizikótól eltekintve ez a kifosztási módszer már egy kis Picasso a kifosztás művészetében. Határtalan vagyonszerzési forrás csak neked, anélkül, hogy bármit is dolgoznod kellene. És az áldozatok sohasem fogják megtudni, ki is fosztotta ki őket. Pontosabban mondva, azt sem fogják tudni, hogy egyáltalán ki lettek fosztva. Jobban már nem is működhetne. Hatodik módszer. A kifosztás következő fokozata csak olyan nagyon igényes, antiszociális fosztogatóknak ajánlott, akik azon felül, hogy kegyetlenül kifosztanak másokat, még hatalmat is akarnak gyakorolni felettük. Ennek a módszernek szintén a pénzhamisítás a lényege, de itt nem csupán arról van szó, hogy egyszerűen azért nyomtatod ki a pénzt, hogy abból aztán bevásárolj, hanem arról, hogy pénzt nyomtatsz, és ezt ezután kölcsönadod másoknak. Ez az első pillantásra ellentmondásosnak tűnhet. Vajon miért is tenné ilyet, mikor már így is annyi pénzt nyomtathatsz, amennyit csak akarsz? Vegyünk egy példát, kinyomtatsz néhány 100 millió dollárt, és ezt kölcsönadod emberek százainak. Ezek az emberek kivétel nélkül mind úgy fogják érezni, hogy tartoznak neked, hiszen a kedvükben jártál. Ettől a pillanattól kezdve ezek az emberek minden hónapban ki fogják fosztani saját magukat csak azért, hogy adhassanak neked egy csomó pénzt. Az egészben az a legironikusabb, hogy amennyiben nem működnek együtt az általad végrehajtott bűncselekményben, akkor saját magukat fogják fosztogatónak érezni. Az az elképzelésük, hogy ez a tartozás tényleg létezik, csupán a fantáziájuk szüleménye.
de még fokozhatjuk tovább. Olyan sok pénzt kellene kölcsönadnod a hamis pénzedből, hogy elérd azt, hogy az adósaid nagy része ne legyen már képes visszafizetni ezeket a tartozásokat. Hogy miért? Egyszerű. Ha az emberek a mesterségesen létrehozott tartozásaik miatt csődbe mennek, akkor te teljesen nyíltan és problémamentesen begyűjtheted a házaikat, autóikat és egyéb javaikat kényszer elárverezésen, és még ők fogják magukat rosszul érezni közben, mintha ők lennének a rosszak, amiatt, hogy nem tudják fizetni a törlesztő részleteket. Így aztán teljesen nyíltan ellophatod mindenüket, amiük csak van, és közben még ők fognak tőled bocsánatot kérni, és ők fogják szigyelni magukat azért, hogy nem tudnak többet adni neked. Ennél jobban működő dolog nem is létezik, és minél többet lopsz ezzel a módszerrel, annál könnyebben tudod hatalmadat növelni. Ennek nincs felső határa. És ha aztán mindannyian tönkre mennek, akkor szó szerint a tiéd lesz majd az egész világ. És a több milliárd áldozatot közül a legtöbbnek egyáltalán nem is lesz fogalma arról, hogy mi is történt valójában. Úgy fognak neked szolgálni, mint a szegény kiszolgáltatott rabszolgák, akikkel azt tehetsz, amit csak akarsz. Te szadista, nagy zársimániás, szociopata szemétdisznó. Hetedik módszer. A hatodik módszer már annyira kiváló, hogy már csak egyféleképpen lehet tovább tökéletesíteni. Kizárólag az a rizikó áll fenn, hogy a hivatalos szervek esetleg fölfedezik a terveidet, és elkapnak még azelőtt, hogy a jogtalanul szerzett jövedelmeddel együtt le tudtál volna lépni egy olyan országba, aminek nincs kiadatási megállapodása a te országoddal. Ahhoz, hogy megszabadulj ettől a rizikótól is, a hetedik módszernél még meg kell tenned egy utolsó lépést. Le kell fizetned a politikusokat, hogy legalizálják azt a bűncselekményt, amit éppen elkövetsz. Ha ezt a masszív, folyamatos csalásodat legalizálják, akkor a kormány még a zsoldosait is rendelkezésedre fogja bocsájtani ahhoz, hogy megvédjen téged az áldozataiddal szemben. Persze csak akkor, ha egyáltalán észreveszik, hogy mit is csinálsz velük. Mikor ez megtörténik, akkor az azt jelenti, hogy te lettél a világ legnagyobb kifosztója. De sajnos ez nem fog sikerülni neked. Soha nem leszel olyan szuper fosztogatóvá, aki a végén mindent birtokol. Hogy miért nem? Mert már van valaki, aki ezt megvalósította előtted. Az USA-ban úgy hívják, hogy Federal Reserve. Az ő kezében van az a kongresszus, amely 1913-ban a csalásukat legalizálta. Azóta a politikai fedezettel rendelkező kötelező tartalékrendszeren keresztül, ami csupán egy a legalizált pénzhamisításra használt vicces kifejezés, annyit lopott már az emberektől, hogy ezt te talán el sem tudod képzelni. Ez a bűntény olyannyira tökéletes, hogy a Federal Reserve közvetlenül a nyilvánosság szeme láttára végezheti, és eközben még módszerének apró részleteit is nyilvánosságra hozza. És ez még a mai napig is úgy van, hogy az áldozatok nagy többségének fogalma sincs, hogy mi történik. A legtöbben még azt sem vették észre, hogy valami rossz dolog történt. De ha bármi. Például ez a füzetecske vagy az ehhez kapcsolódó videófilm elterjed, és ennek a hatalmas csalásnak az áldozataim elkezdik megérteni azt, hogy milyen módon próbálnak ártani nekik, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.